Tisztelt hallgatóság! Eljutottunk Newton mechanikájának az ismertetéséhez. Az előző videóban ugye összefoglaltam, hogy mennyi lépés vezetett ide. A nagy áttörést Newtonnak a principia, hát teljes nevén Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, mondjuk úgy lehetne magyarra fordítani, hogy a természet filozófiai matematikai alapjai című könyvében, ami 1687-ben jelenik meg, foglalja össze. Ez a nagy áttörés. Innentől kezdve minden összeáll a mechanikában. Itt van az első kiadás egyik belső címlapjának a másolata. Itt láthatjuk ezeket a dolgokat. Látjuk, hogy még latinul jelent ez meg. 1686-ban ideírva az a nyomtatásnak az ideje, amikor tényleg megjelent, az az 1687-es év volt. És ezt a művet nagyon sokszor csak úgy emlegetik, hogy a principia, mert ugye szeretünk rövidíteni a fontos esetekbe, és én is így fogom említeni ezt, hogy a principia. Nos, mint mondtam, az első kiadás még latinul történik, de még Newton életében angolra is lefordítják ezt a művet. Mutatok majd belőle részleteket. Épít az elődök munkájára, lásd az előző előadást. Van benne rengeteg matematika, de céltudatosan olyan matematikai tételek és bizonyítások, amik kellenek a fizikai dolgokhoz. És látszik, hogy a szerző az már differenciális integrál számítást használ a háttérben, de a bizonyításokat alapvetően geometriailag adja meg. Azért, mert az olvasó közönség ezt értette, meg ennek egy tényleges axiomatikus elmélete ki volt dolgozva, a differenciális integrál számítás mind jelölésben, mind elméleti háttérben akkor még azért nem volt az igazi. Tehát egy hasznos eszköz volt, de több bizonytalanság volt benne. Nos, a következő néhány oldalon az internetről jogtisztán letöltött másolatokból mutatok néhány részletet, hogy beleszagoljunk. Természetesen senkitől nem várom el, hogy az eredeti könyv részleteit ismerje. Összefoglalom majd, hogy mi kell ebből nekünk. De jobban meglátjuk, hogy hogyan is dolgozott Newton, milyen is a műve, és ebből sok mindent megértünk. Nézzük csak az eredeti principiából, ami latinul jelent meg, itt van egy részlet. Hát latinul én se tudok, de egyrészt azért látom, hogy úgy kezdődik, hogy egyes definíció, kettes definíció, hármas definíció. Ugye, amit mondtunk, az ókori görögök óta az axiomatikus felépítés a célja minden tudományos elméletnek, és ezért ezért kezdődik definíciókkal. Na most, ha nem is tudunk latinul, de azért az angol alapján ráismerhetünk, hogy quantitas materiae, az anyag mennyisége, densitate, hát nyilván ez a sűrűség, itt most talán nem jövünk rá, ez pedig a térfogat van itt leírva, tehát valahogy azt kell mondani, hogy az anyagmennyiség, a sűrűség és a térfogat szorzatával arányos, így mondanánk ezt ma. Vagy quantitas motus, a mozgás mennyisége. Na mindjárt inkább megnézzük ezt majd angolul. És itt vannak a híres Newton törvények, ugye Newton három törvénye annyira alapvető fontosságú, hogy szerettem volna legalább egyszer latinul felvillantani őket. Ez volt az eredeti, ahogy fölbukkantak ezek a törvények. Azért persze ráismertjük például a harmadik törvény, ez az actioni reactionen, tehát az akció-reakció hatás-ellenhatás törvénye van ide fölírva. Na, ennyi elég a latinból. Nézzük meg ezeket angolul, mert az 1700-as évek elején kiadott angol principia is letölthető a netről, és a hallgatóság nagy része azért tud annyira angolul, hogy ráismerjünk. Még egyszer mondom, senkitől nem fogom a vizsgán kérdezni, hogy angolul mondja el a Newton törvényeit, vagy írja le. De
talán azért nem állt ránézni. Tehát ez lényegében a latinnak az egy-az-egybe fordítása. Az első tétel azt mondja, the quantity of matter, az anyag mennyisége, az a sűrűségével is arányos, és a térfogatával is arányos. Tehát az egyes definíciót ma úgy foglalnánk össze, hogy tömeg egyenlő sűrűségszer térfogat. Igen ám, de ilyen formulát nem látunk Newton könyvében. És hogyha lapozgatjuk, mai szemmel nézve nagyon kevés formula van, nagyon sok a szöveg, és nagyon sok az ábra, majd látjuk, még nem vált vérükké a kutatóknak, hogy formulákat írjanak föl. Második definíció, the quantity of motion, mozgás mennyiség, ez majd egy nagyon fontos lesz, az a sebességnek és az anyagmennyiségnek a szorzata. Tehát a mozgás mennyiség a sebesség szer tömeg. És a harmadik definíció a tehetetlenség definíciója. A tehetetlenség, ami az anyagnak egy belső tulajdonsága, egy képesség arra, hogy ellenálljon, arra, hogy a mozgás állapotát megváltoztassák a testnek. Tehát lényegében a tehetetlen tömeg szóként említjük ezt ma, vagy egyszerűen csak tömeg. Most álljunk meg egy pillanatra. Ez az anyagmennyiség, meg a tehetetlenség, ez nem ugyanaz? Hát ma már tudjuk, hogy ugyanaz, ugye ez lesz majd egy nagyon fontos felfedezése Newtonnak, hogy ez azonos, de nem kellene, hogy ugyanaz legyen. Mondok egy példát. Az elektromosságtanban, ami kétszer akkora tömegű, az nem feltétlen kétszer akkora töltésű. Tehát, hogy a töltésekkel kapcsolatban hogyan lép kölcsönhatásba, az nem feltétlen arányos az anyagmennyiséggel. Így lehetne elvben, hogy a tehetetlensége nem feltétlen a tömegével lenne egyenesen arányos a testnek, tehát az anyagmennyiséggel lenne arányos. Működhetne máshogyan is, de nem máshogy működik. Nos, nézzük csak, és itt van Newton első törvénye, itt olvashatjuk az eredeti angolba, de most nem húznám az időt az angollal, magyarra fordítva, minden test megtartja nyugalmi helyzetét, vagy egyenes vonuló egyenletes mozgását, amíg nincs kényszerítve ezen állapot megváltoztatására ráható erők által. Tényleg kicsit megpróbáltam ezzel a fordítás ezt a régi stílust megőrizni, mert azért más, hogy rendeznénk néha a szavakat, de gyakorlatilag így fogalmazzuk meg ma is tankönyvekbe Newton első törvényét. Emlékezzünk, már Oresmius és Galilei sejtette ezt, és Descartes lényegében ugyanígy ki is mondta. Második törvény, na hopp, álljunk meg egy pillanatra. Hol van itt az F egyenlő M-szer A? Sehol. Mindjárt majd elmondom pár oldal múltán, hogy hol van az F egyenlő M-szer A, ezt sehol nem látjuk a principiába, ugyanis Newton úgy mondja ki a második törvényét, hogy a mozgás mennyiség megváltoztatása mindig arányos a ráható erővel, és ugyanabba az irányba esik, amelyikbe az erő hat. Mozgás mennyiség, ugye a kettes definíció szerint, az az impetussal egyezik meg, a Bardenféle impetussal, a tömeg és sebesség szorzata. Tehát lényegében azt mondja, hogy a lendületet, az impetust, az erő határozza meg, pontosabban az impetus változását határozza meg az erő. Az időtartam függés az eredeti szövegben itt csak bújtatva van benne, ha megnézzük, lényegében úgy van benne bújtatva, hogy ha kétszer akkora erő, az kétszer akkora mozgás generál, akkor is, hogyha egyszerre hat, vagy fokozatosan lépésről lépésre hat. Ebben a fokozatosan lépésről lépésre hatban van az a gondolat benne, amit többször visszaköszön, hogyha olvassuk az eredeti művet, hogy Newton ilyen kis erőlökések sorozataként képzelte el a kölcsönhatást, és ebből jön, hogyha egy sínyidal sok erőlökés van, vagy egyszerre nagy, akkor annak lényegében ugyanaz a hatása, és ebben van benne bújtatva a mi gondolatunk.
Na most ezt már Buridan megsejtette, hogy az impetus a lényeg, és Beekman egy egyszerű esetben le is vezetett ebből egy valódi törvényt. A harmadik törvény: minden hatáshoz mindig van egy ellentétes irányú és egyenlő ellenhatás, vagyis két test egymásra való kölcsönös hatása mindig egyforma és ellentétes irányú. Hát ez lényegében a mai alak, ma esetleg egy kicsit tömörebben fogalmaznák meg. Aztán itt van a Newton principiából az ott első következménynek említett dolog, közvetlen a három törvény után áll, ez az első következménynek titulált dolog. Azt mondja, hogy egy test, amire két erő is hat, olyan hatásnak van kitéve, mely egy paralelogram átlóját adja, amíg a paralelogram oldalja az egyes erők. Mi a csoda van itt, meg mi ez a paralelogramma? Ez az erők összeadásának a törvénye. A szövegből kiderül, hogy úgy kell képzelnünk, hogy itt az A pontban van a test, és az, hogy hat rá egy AB, meg egy AC erő, az egyenértékű azzal, mintha ezeket egy AD erővel helyettesítenénk. Ugye mi rárajzolnánk ilyen nyilakat, és sokkal egyértelműbb lenne itt az erővektor ábra, ez az erők vektori összeadásának a szabálya. Newton egy kicsit pontatlan. Ez nem annyira következmény, mint inkább egy új törvény, ez nem vezethető le. Newton megpróbálja fölépíteni axiomatikusan a rendszerét, de őszintén szólva nem teljesen sikerül ez neki. Nem is vezeti ezt le a három törvényből. Ezért egyesek ezt negyedik törvénynek nevezik, még ha Newton nem is nevezte annak. Az erők irányait meg úgy kell kitalálni, egy vektor jelölés segítene, de hát a jelölésekben is fokozatos fejlődés van. Newton nem használ vektorokat, ilyen nyilacskákat, és a szövegben vannak elmondva ezek a dolgok, hogy nézzük csak, hogy carried from A to C, tehát az A-ból C-be, szövegbe írja le, ahelyett, hogy oda rajzolna egy nyilacskát. Úgyhogy elég nehéz olvasni az eredeti művet. És amikor azt mondom, hogy Newton egy kissé pontatlan, akkor nem nézem le a nagy tudós, csak egy tényt állapítok meg. Nézzük, csak egy kicsit visszalapozok. Például itt a kettes törvényben the alternation of motion, a mozgás megváltozása. Itt, ha kicsit precízen, akkor nem motion-t írna, hanem a kettes definíciónál szóval quantity of motion, tehát mozgás mennyiség. A mai megfogalmazásban tényleg úgy is szokták, ha ezt az alakot írják föl, hogy a mozgás mennyiség megváltozása, nem a mozgás megváltozása. Finomságok ezek, de fontosak ahhoz, hogy teljesen korrektül megértsük a dolgokat. Nos, vetettünk egy pillantást Newton eredeti megfogalmazására, látjuk, hogy ezt nehéz érteni, és akkor most egy kicsit visszatérünk a mai jelölésrendszerre, azért, hogy jobban meg tudjuk érteni, de ezek a gondolatok benne vannak a newtoni műben, csak nehéz megérteni. Most mi is az az F egyenlő M-szerre? Miért emlegetjük így Newton második törvényét? Pedig Newton így nem is írta föl. Ugye tömör jelölése, a tömeg az M, a mozgás mennyiség, hát a lendületnek is neveznénk ma, az M-szer V, az erő az F, az erőlökés F-szer delta T, sokszor Newton, amikor force-ot ír, akkor igaziból ezt érti alatta, de akkor azt mondom, ha mi letisztázzuk ezeket a zavarokat, akkor azt kell mondani, hogy Newton második törvényét lényegében ebbe a formába csak bonyolult szövegesen mondja ki. Delta M-szer V, a mozgásmennyiség megváltozása, az az erőlökéssel egyezik meg, erő ször az erőhatásnak az ideje. Ezzel egyezik meg. Valójában ez az, ahogy Newton szövegesen kimondja a második törvényét. De ezt ugye át tudjuk rendezni a mai alakra, a delta M-szer V per delta T, ugye ezt leosztjuk delta T-val, az az F, az M az állandó, tehát akkor az M kiemelhető, a delta V per delta T az pedig az A, ugye nagyon kicsi delta T-re, tehát az M-szer A egyenlő F. Ezt az F egyenlő M-szer át nem is írja föl Newton
úgy tudom, sose, viszont alaptörvényként Euler írja föl, akiről majd a nem sokára tanulunk. Nos, akármilyen nehézkes is volt Newton jelölése a mai szemmel nézve, ugye ezt ne hányjuk a szemérát azért, amikor egy területet valaki fölfedez, nem mindig a legegyszerűbb jelölést találja ki egyből, de az biztos, hogy Newton rengeteg problémát megoldott ezekkel a nehézkes jelölésekkel, és nem is csak abban van Newton zsenialitás, hogy kitalálta ezeket a törvényeket, ugye nem is mindet ő találta ki, hanem ezeknek a következményét végigvitte, és rengeteg dolgot kiszámolt. Nézzük csak néhány villantás a könyvéből. Például itt van egy lemma 1, egy matematikai segédtétel. Ezt, hogyha elolvassuk, ez lényegében egy nehézkes határérték definíció. Nem mennék most bele a részletekbe, a türelmesebb hallgató nézze meg, ez egy határérték definíció. Aztán bebizonyított olyanokat, amik az arról szólnak, hogyha van egy test, ami jelen pillanatban a P pontban van, ami kering az S középpont körül, S mint Sun, P mint planet, bár nem biztos, hogy ezért jelölte egy Newton, ezt csak én mondom így, akkor egy ilyen keringő bolygó először csak kimond valamilyen tételt, hogy mi mivel arányos itt egy ilyen ellipszis pálya esetében. Ez egy tétel. Fölépíti módszeresen, egyre bonyolultabb tételeket bizonyít, még ha nem is olyan precízen, mint Euklidész a geometriában, de végül is eljut olyan tételekig, amelyek például a Kepler törvények bebizonyítását jelentik. Ez a baloldali ábra, ez egy olyan részlet a principiából, ami arról szól, hogy ellipszis alakú pályák alakulnak ki. Hol is van ez benne? Supposing the centripetal force, tehát a középpont felható elő, és itt van, reciprocally proportional to the squares of distance. Aha, tehát amikor a távolság négyzetével fordítottan arányos az erő, akkor végül is bebizonyítja Newton, hogy ellipszis pálya alakul ki. Nagyrészt geometria megfontolásokkal. Szövegesen írja le az 1 per R négyzetes középpont felé ható erőtörvény. És bebizonyítja, hogyha 1 per R négyzetes erőtörvény van, akkor ellipszis pályák alakulnak ki. Kepler első törvénye. Hogy itt láthatjuk Kepler második törvényének a bizonyításának a részletét, ez arról szól, hogy a keringő égitestnek az egyenlő idők alatt besúrolt területei egyenlő nagyságúak. Ez konkrétan Newton bebizonyítja, hogy akármilyen erő esetén, hogyha az a középpont fele hat mindenképpen, nem is csak az 1 per R négyzetes erőtörvény esetén van ez így. Tehát bebizonyítja Kepler második törvényét is. A harmadikat is azt nem mutatom meg. Sőt, olyan problémáknak is neki áll, Kepler neki se tudott állni ezeknek a problémáknak. Azt mutatja meg, hogyha több égitest is hat egymásra, nem csak kettő, például a nap körül keringő Föld, a nap körül keringvén ellipszis pályán mozogna, de egy külső bolygó, mondjuk a Jupiter vonzása is hat rá, ezért ez torzítja az ellipszist, vagy a Hold, ahogy kering a Föld körül, a nap hatására a Hold pálya is torzul. Nos, Newton kidolgozza annak az elméletnek az alapjait, hogy az ilyen több test problémák esetén a Kepler-féle ellipszisek fokozatosan lassan torzulnak. Tehát például a Hold pálya imbolyog a Föld körül, vagy a Föld pálya is lassan-lassan torzul. Erre szükség volt Newton idejében, mert eddigre már ugye régóta mérnek távcsövekkel a csillagászok dolgokat, és rájönnek, hogy a Kepleri modell már nem elég pontos. Ugye Kepler a maga korában elérte a megfigyelési pontosságot, csak aztán a megfigyelési pontosság jelentőset javult. Newton nem tudja ennek a pontos kidolgozását megtenni, egyszerűen nincs ideje rá szegénynek, hát csak egy emberből áll, és sok mindennel foglalkozik mással is. De minden esetre
az alap sémát fölismeri. Nagyon sok sikeres problémát, sikeresen megoldott problémát láthatunk a principiába. A hajítás elmélete, de ő már a közegellenállást is figyelembe tudja venni. Bolygómozgás, erről beszéltem, egyetemes tömegvonzási törvény, erről mindjárt beszélek, annyira fontos. Aztán a válasz, miért nem érezzük a Föld forgását, ezt is megadja, és forgását és napkörüli keringését. Tehát ez egy tudománytörténeti fontosságú dolog, hogy Newton végre megadja a megnyugtató választ erre. Vizsgálja az inercia rendszereket, folytatta az elődök munkáit. De olyanokkal is foglalkozik, hogy egy lövedék milyen mélyre fúródik be, mondjuk amikor egy várfalba csapódik, és teljesen korrektül lekezeli az ütközési problémákat. Más jelöléssel meg szóhasználta, de lényegében a lendület és energia megmaradás mechanikai energiának a megmaradás törvényeit használva. És egy nagyon fontos, alapvető eredménye van, valamikor sok előadással ezelőtt emlegettük, hogy az ókori embernek volt egy nagy kérdése, hogy az égi és a földi mozgások azok hogyan történnek, különböző vagy egységes törvények vannak. Ugye Arisztotelész azt mondta, hogy különbözők. Aztán az idők során elkezdték sejteni a kutatók, hogy azonos törvények vannak. Sokan érezték Newton előtt, hogy egységesek az égi-földi törvények, de igaziból Newton az, aki megadja ezeket a törvényeket a három törvényével. Newton annyira komolyan veszi azt, amit gondol, hogy még fölveti azt a gondolatot is, amit ma a mesterséges holdak alapötletének nevezünk. Azt mondja Newton, ha egy magas hegyről viszintesen nagy sebességgel kilövünk egy ágyúgolyót, ha elég nagy sebességgel lőjük ki, akkor az sose esik le, hanem keringeni fog a Föld körül. A földi testből égi test lett ennek megfelelően. Tehát átjárható a két világ, mondja Newton ezt. Meg is adja a sebességet, és helyesen adja meg, és megállapítja, hogy nagyon messze vannak ettől, tehát esélyese volt a kísérletet megcsinálni. Ugye kiszámolja, hogy 8 km per szekundum mai egységekben, mondva, a körpályára állás sebessége körülbelül, de akkoriban az ágyugójók még a hangsebességet se igen érték el, tehát a leggyorsabb lövedékek is 3/10 kilométer per szekundummal mentek, tehát jóval több mint 10-szeres különbség volt, 20-25-szörös sebesség kellett volna, úgyhogy ezért nem kis esélytelen, ezért nem kísérli meg, hogy ezt a kísérletet megcsinálja Newton. Nos, és említettem, hogy az egyetemes tömegvonzási törvény annyira fontos, hogy külön beszélünk róla, itt van. Mai alakban, mai jelölésekkel azt mondhatjuk, hogy Newton azt mondja, bármilyen két testünk van, azokat letesszük R távolságra egymástól, azok között egy F vonzóerő lép föl, ami úgy számolható ki, egy univerzális állandó, ez a gamma, szóval a két test tömege per R négyzet. Ez az egyetemes tömegvonzási törvény. Ez a gamma nagyon pici, nézzük SI egységekben ilyen picike, tehát például két 1 kg-os test 1 méterre letéve ilyen 10 a mínusz 11-en Newton erővel vonza egymást, mai egységeket használva, tehát ez kimutathatatlan, de az égi testek tömege olyan nagy, hogy azok már jelentős hatást váltanak ki. Ugye az 1 per R nézetes törvényből levezeti a Kepler törvényeket, sőt a bolygópályák torzulását is, lassú torzulását is, meg elvi jelentősége is van ennek, ugyanez az erő írja le Newton szerint, hogy mekkora gyorsulással esnek a testek a Föld közelében. Tehát ez nem csak a Föld, Hold, Föld, Nap erőt, hanem a Föld, Alma közötti erőt is leírja. Kicsit átrendezve ezt a formulát, összecsoportosítva a gammászor M1 per R négyzetet ide, fölismerjük az F egyenlő M-szer-A törvényt egy másik alakba, tehát az M2 tömegű testet, ez a másik test ilyen gyorsulásra kényszeríti, na de Newton szerint, ha ide beírjuk a Földnek a sugarát, meg a Földnek a tömegét,
akkor megkapjuk a nehézségi gyorsulásnak az értékét. Tehát a Föld közelében a tárgyak esését ugyanaz az általános tömegvonzási erő biztosítja, mint ami a Holdat a Föld körül körpályán tartja. Ellenőrzés Newton, hogy számszerűen is stimmele, kerekített adatokat közölve azt lehet mondani, hogy a Hold körülbelül 60 földsugárnyira van, ugye picit változik, mert ellipszis pálya, de nagyjából 60 földsugárnyira van. Ebből az következik, hogy a Hold az kb. G per 60 a négyzetenediken a gyorsulása. G per 60 a négyzeten a gyorsulása a Holdnak. Összeveti Newton a megfigyelésekkel, és kijön, hogy igen. Tehát ugyanaz az erő biztosítja, ugyanaz egy per elnézetes erő alkalmas leírni a Holdnak a Föld körüli mozgását, mint ami mondjuk az alma esését leírja. Meg kell jegyezni, hogy amikor Newton először ezt kiszámolta, akkor a Hold távolságát egy picit pontatlanul ismerték még a csillagászok, és nem jött ki pontosan a kettő közötti egyenlőség. Newton el is bizonytalanodott, mert ő egy őszinte ember volt, és nagyon tisztelte a mérési adatokat, és ha a mérési adatok nem adták ki az egyezést, akkor még nem merte publikálni. Elkezdett gondolkozni, hát ha nem kettő van a kitevőben, hanem 2,1 vagy ilyesmi, de akkor meg nem jönnének neki a Kepler törvények. Szerencsére csak néhány évet kellett Newtonnak várnia, és a csillagászok pontosították ezt a 60-at, ami nem pont 60, hanem 61 egész valamennyi, és akkor kiderült, hogy mérési hibán belül megegyezik. Tehát valóban a felszíni gyors, gravitációs gyorsulás ugyan megfelelő arányban áll a Hold gyorsulásával, és az megegyezik az 1 per R-nézetes erőtörvénnyel. És akkor Newton már biztos volt a dolgába, és merte publikálni. Egy érdekes eredmény, hogy a Föld tömege is kiszámolható ebből, máshogy ugye nem lehet azt egy mérlegre tenni. Megvan, tehát mekkorát kéne a Archimédésznek elmozdítania, hogyha kapna a Földön kívül egy biztos pontot. Nos, egy tudománytörténeti érdekesség, a kevés dolog, amit mindenki ismer a tudománytörténetből, az a legenda, hogy Newton miközben csücsült egy almafalat, és fejére esett egy alma, és ez hirtelen az eszébe juttatta a gravitációt. Hát szándékosan írtam dőlbetűkkel, de néha találkozik az ember ezzel az interpretációval, néha még gyerekeknek szánt tudománynépszerűsítő filmekben is. Ez hülyeség, ez egy nettó hülyeség ez az egész. Először is hát egy almának a fejre esésétől az embernek nem jut eszébe egy bonyolult elmélet. Másrészt meg a gravitáció fogalmát nem itt találták, hát a gravitációt réges-rég ismerték az emberek. Hát nem csak Galileire gondoljunk, hát az ókorban is mondjuk az erők egyensúlya egy mérleg esetén, az is a gravitációval volt leírható. Szóval a helyzet az ezzel az almás sztorival az, hogy amikor az idős Newton, aki már egy mondhatni tudományos celeb volt még életében, magyarázta egy életrajzírónak, hogy hogy jött rá az egyetemes tömegvonzás törvényre, akkor ő maga valóban említette az almát, hogy megfigyelte az almák esését, és elgondolkozott, hogy az alma esésének és a Hold Föld körüli keringésének ugyanaz az erője az oka. Tehát ez egy ilyen motivációs dolog volt, amit elmesélt, sok év munkája volt benne, amire ezt kihozta. Megvárta, hogy a Hold távolságot pontosítsák a csillagászok, semmiképpen nem egy ilyen pillanatszerű felfedezés, hogy fejbe vágta egy alma, és ettől összezavarodott a feje. De hát az emberek szeretik az ilyen sztorikat, még ha nem igazak. Persze van némi valóság alapja. 1665-66-ban volt egy nagy pestis járvány, és sokan vonultak karanténba, vagy legalábbis félre. Egy évig be volt zárva az egyetem, ugye nem volt internetjük, hogy távoktatásba tanítsák a diákokat, egyszerűen egy évig nem volt egyetem. Newton egy vidéki birtokra
húzódott vissza a járvány elől, a nagy tömeg elől, és itt valóban voltak almafák, őriznek is egy almafát, ami állítólag Newton almafája volt, de ez erősen kétes, hogy tényleg így volt. Az biztos, hogy Newton itt, ebben a vidéki elvonulós környezetben láthatott almákat, és ekkor dolgozott a gravitáció elméletén. Tehát amit ő említ, hogy az almákon is gondolkozott, az valóban valószínűleg igaz, de azt komoly helyen sehol sem említik, hogy fejére esett volna az alma, vagy hogy ezért találta ki a gravitációt. Hát ez egy több éves folyamat volt, amit azért valószínűleg jót tett neki a nyugalom ott kinn ezen a vidéki birtokon. De az általános tömegvonzás nem volt ennyire egyszerű kérdés. Például az volt az egyik probléma, hogy a Newton-féle tömegvonzás az egyfajta távolba hatás volt, úgy nevezték ezt akkoriban, tehát közvetítő közeg nélkül hat kölcsön a két test. Ugye a görögök azt mondták, hogy égi szférák, kristálygömbök mozgatják a bolygókat. Descartes azt vetette föl, hogy valami finom anyag örvénylése sodorja a bolygókat. Maga Newton is kételkedik, amikor az általános tömegvonzási törvényében az jön ki, hogy egyszerűen csak a távolságtól meg a tömegektől függ, és semmi harmadik közvetítő közeg, folyadék, gáz, kristályszféra nincs ebben. Kételkedéssel fogadták, mert úgy tűnt, mintha a varázslatról beszélne a Newton, közvetítő nélküli erőátadásról. Megpróbálkozott maga Newton, meg több kortársa is, hogy valami mechanizmust adjanak a gravitáció mögé. Például az egyik elképzelés az volt, hogy a világ mindenségben rengeteg kicsi repkedő részecske van, és hogyha ezek a repkedő részecskék neki mennek egy testnek, akkor elnyelődnek benne, és átadják a lendületüket. Amíg egy test magányosan lebeg, és erre minden irányból egyenletesen záporoznak ezek a kis részecskék, addig, mivel minden irányból ugyanannyi részecske éri egységnyi idő alatt, nem lesz ebből összességében erő. De hogyha egymás közelében van két test, akkor például ez a nagyobbik test balról jobbra menő részecskét nem fog elnyelni, mert azt már elnyelt előle ez a kis test. Tehát megbontja az egyensúlyt, ezeknek a repkedő részecskéknek az egyensúlyát, ugyanígy a kis test balról jobbra menő részecskét nem kap, mert onnan nem érkezik részecske, azt elnyelte a nagy test, és ebből adódik egy, a sok részecskéből, részecske mozgásából adódik egyfajta vonzóerő. Kicsit olyan, mint a gázoknak a nyomása a kis részecskék mozgásából. Csak hogy például ez az elmélet, ha belegondolunk, azt okozná, hogy egy nap körül keringő bolygó a menetszél miatt az előlevő felületébe több részecskét kapna, és ez egyfajta közegellenásként működne, és akkor már nem jó. Aztán megpróbálták a gravitációt valami finom gáz hatásának tulajdonítani, nem jött össze. Csak részleges sikereket tudtak elérni, és igazi magyarázat nem volt erre. És Newton egy idő után föladta a gravitáció okának a keresését, azt mondta, hogy hipotéziseket nem fabrikálok, és elismerte, hogy hát nem tudom, hogy miért ilyen a gravitáció, de úgy néz ki, hogy ilyen. Lásd, Kepler törvények, stb. A levezetése. Majd Einstein adja meg a gravitáció működési módját, de addig még több évszázad eltelik, és több videó lepörög itt a fizika történet előadáson. Végül, amivel Newton adós maradt. Hát persze meg kell mondani, hogy nekem semmi se elég, hogy ilyen elégedetlen vagyok. Nem kritikaként fogalmazom meg, de hát majd látjuk a Newton utáni mechanikát, tudományt, hogy ezek fontos és később tisztázódó kérdések. Például a differenciális integrál számítás még nagyon kezdetleges formában van meg ilyenkor, a pontos matematikai alapozása hiányzik a területnek.
Nagyon nehézkesek a jelölések, és nem teljesen tisztázott minden fogalom. Például említettem ugye a Newtonnál a mozgás mennyiség, vagy erő, erőlökés megkülönböztetése. Newton csak tömegpontokkal foglalkozik, kiterjedt testekkel, közegekkel nem. Hát néha foglalkozik, például a gömbökkel foglalkozik, kimutatja, hogy a gömb gravitációs tere azonos a vele egyező tömegű, középpontjába helyezett tömegpont gravitációjával. De például közegekkel nem foglalkozik. És nem adja meg, hogy mi az oka a gravitációnak, és ezért sokan kritizálják, mert olyan okkult színezetet adott az elméletének ez a távolba hatás. És itt a végén még pár szó Newton egyéb dolgairól. Newton már életében nagy karriert futott be. Nemesi rangot kapott, főnemesi rangot kapott, politikai karrierje is volt, például egy ideig ő volt a Pénzverdének az igazgatója, és rendbe rakta a Pénzverde dolgait, helyrehozta a királyi kincstárnak a pénzügyi egyensúlyát. Aztán nagyon sok mindennel foglalkozott. Fizikai munkáink kívül, ugye ezzel még majd említjük például az optikai munkásságát később, meg hát most beszéltük a mechanikait, például aranycsinálással is foglalkozott, nem sikerült neki, ugye alkimista volt, sokan ezt úgy mondják ma, minthogyha akik manapság ilyen okkult dolgokkal foglalkoznak, hogy a nagy Newton is alkimista volt, és ezzel-azzal foglalkozott. Na hát itt nem arra kell gondolni, hogy Newton teliholdkor varangyos béka vérjével öntött le valamit, és úgy próbált aranyat csinálni, vagy eféle obskurus idiótaságokkal foglalkozott. Ugye akkor még nem ismertek a kémia törvényei, pláne nem a magfizikájé, ami kellene az aranycsináláshoz. Tehát tudományosan egy érvényes kérdés volt, hogy lehet-e mondjuk vasból aranyat csinálni. Tehát, és ő az alkímiának azt a részét művelte, amiből aztán a kémia lett későbbiekben, és nem ilyen okkult bolondságokkal foglalkozott. Hívő keresztény volt, és több vallási témájú írása is fennmaradt, maga Newton ezekre büszkébb volt, mint a mechanikai műveire. Hát utólag nézve azért teológusként nem volt a legpengébb, mondják, akik ezeket a műveit olvassák, de ő maga ezt nagyon fontosnak tartotta. Egy érdekesség, magánélete lényegében nem volt. Úgy tűnik, hogy csak a tudomány érdekelte, nem volt se felesége, se szeretője, semmi eféle érdeklődéséről nem tudunk, pedig akkor már létezett a bulvár sajtó Angliában, és bizony írták volna, hogyha valakivel találkozgatott volna, és érdeklődtek is. Ugye nem csak a nagy tudós, hanem a Pénzverde főnöke, meg egy csomó egyéb rangja is volt, tehát vizsgálták volna. Nagyon sokan mondják azt, hogy az agymenők sorozatba Sheldon alakjába rengeteg Newton gyúrtak bele, és hát ez így is van. Úgy látszik, Newtonnak nem voltak olyan haverjai, mint Sheldonnak, és nem hozták össze egy másik kockafejű személlyel, ugye az Amy-vel. Na minden esetre Newton egyedül élte le az életét, és úgy tűnik, hogy nem nagyon hiányzott neki más kapcsolat. Nagyon nagy hatása van Newtonnak a filozófiára is. Például a newtoni elmélet szerint determinisztikus a világ. Ha ismerjük a testek helyzetét és sebességét, meg a kölcsönhatásokat egy időpontban, ki tudjuk számolni a jövőt. Nincsen szabad akarat, e szerint? A materializmus felfogása szerint az ember csak részecskék együttese, ugye a materialista filozófiák ebben a korban kapnak nagy lendületet, szóval, hogyha az ember csak egy embergép, mint ahogy egy ilyen materialista francia filozófus említi, ha az ember csak egy embergép, akkor a newtoni fizika alapján elvben kiszámolhatjuk az összes részecskénk mozgását, akkor nincs szabad akarat. Ez a filozófiára nagyon nagy hatással volt ez a gondolat, hogy le tudjuk írni a részecskék mozgását legalább elvben. Valamint Newton nagyon sok korábbi titkot fölfedett, például tisztázta, hogy az égi
és földi mozgások azonos törvény szerint történnek. Sokak szemében ez az emberi elme minden hatóságát bizonyítja, hogy az ember mindenre meg tudja majd találni a megoldást, és hát ez egy érdekes, vicces dolog, hogy a hívő keresztény Newton így egyfajta félistenné vált utólag a materialista filozófusoknak a szemében, mint aki az ő állítások szerint megmutatta, hogy az emberi elme valójában mindenre képes. Hát Newton ilyet sosem mondott, például ugye a gravitáció okát azt nem tudta megadni, és ezt el is ismerte. És zárásként néhány kép Newtonról. Ez a félhippi kinézete volt Newtonnak, amikor felfedezte a törvényeit. Ez az idős lord, aki mindenféle nemesi rangot visz, meg fontos országos funkciókat. Ez pedig már élete vége fele készült klasszicista stílusú ábrázolása Newtonnak. Zárásként pedig egy allegórikus ábrázolása Newtonnak, ez nem Newton életébe történt, ez egy jóval későbbi ábrázolás, azt mutatja meg, hogy egyfajta félistennek gondolta az utókor Newtont. Ugye ez a mozdulat, hogy egy ilyen körzővel, egy papíron szerkezget valamit egy ilyen félisten vagy istenszerű lény, és ilyen káosz van körülötte, így a teremtő Istent szokták ábrázolni korábban, és azt mondták sokan utólag, hogy Newton, aki fölfedte a természet törvényeit, az valójában egyfajta teremtőként viselkedik. Hát ez szegény Newton nagyon ki lenne akadva, de minden esetben az ő megbecsülését jelzi az utókor szemében, hogy még ilyen félisten jellegű szerepet is ráakasztottak. Mindenképpen sok érdeme van Newtonnak, erről beszéltünk az előzőekbe, de azért ez talán egy kicsit túlzás. Köszönöm a figyelmet!